Hát egy kicsit ilyen big picture-ösen nézzük, szerintem az egész régiónak ez a legnagyobb problémája, hogy kicsit kifordítva a gondolatodat, mert ugye az, hogy most itt a 1990 utáni időszakban igazán nagy kockázatot nem futottak a korrupt politikusok, meg üzletemberek, mondjuk a személyi szabadságok nem sérült, ez is egyfajta probléma. Kicsit hosszabb távon meg az a probléma, hogy ugye azért itt mondjuk már két generáción átívelően sem lehet tervezni, mert kifosztják a zsidókat, kifosztják utána a, nem tudom, a polgárságot, a kulákokat, aztán jön a rendszerváltás, akkor a privatizáció útján lesz egy másik csapat, aztán jön a NER, és ő hoz helyzetbe embereket. Tehát valójában a magántulajdonnak egy ilyen hosszabb távú biztonsága, egy generációkon átívelő tervezhetősége, az borzasztóan hiányzik ebből a régióból. Igen, és most már bármilyen tranzakció van, most már ez annyira jól működik, hogy most ugye legutóbb ez a lélegeztetőgépeknek, hogy tényleg bármiféle, bármire kell költeni, most már ott már mindig valakihez kerül ez az ügy, amiért utána ő lesz a felelős, és az ott elosztja ott az ismeretség körbe, így a, és mindig ugyanezek a dolgok, hogy túlárazás, többet rendelnek belőle, mint amire szükség van, ha egyáltalán megérkezik. Szóval állandóan ugyanaz az a módszer, nagyon érdekes. Amivel a pozitív oldala ennek, hogy én is így látom, és mondjuk nyilván a koronavírus védőeszközeivel kapcsolatos ilyen folyamatok, azok azért extrán kellemetlen hájerőek, de hogy egy ilyen világban is azt érezhetjük még mindig, hogy pozitív kommunikációra van lehetőség, mindenre van forrás, ugye 10 évvel ezelőtt mindig a megszorítás, meg hol fogjuk, meg a vizitdíj, meg a nem tudom mi volt a kommunikáció középpontjában, most meg az, hogy mindenre jut, és te is kapsz egy városi programot, meg te is egy stadion, és a vicc az, hogy ez úgy tűnik, mintha egy ilyen kommunikációs valami lenne, de közben én azt gondolom, hogy valójában tényleg ez a helyzet, hogy mindenre van pénz. Uh-huh. És ebben nyilván egy csomó ilyen erőltetett ütemű uniós forrás, alacsonyabb adósságfinanszírozás, hogy alacsonyak a kamatok, alacsonyabb olajárak, tehát nem kell annyit az országnak nyersanyagra küldeni, befordítottuk a magányugdíjpénztári megtakarításokat, de érdemben sokkal több pénz van. Hát nyilván ez egyfelől jó, mert azért az ország egy jelentős részében mindenki azt érezheti, hogy gazdaságilag javuló helyzetbe kerül, ami egy óriási támogatást meg legitimációt ad a kormányzatnak. Másfelől, akinek rossz szándékai vannak ezekkel a pénzekkel, annaknak egy nagyobb lehetőséget jelent arra is, hogy megdésmálja, mert tényleg több van. Ugyanez volt az érzésem, mintha bármire lenne pénz, tényleg. Amit igen, kiejtenek a szájukon, már is van rá pénz. És ugye még ennek ellenére ugye éveken keresztül folyamatosan az egyik legjobb gazdasági mutatókat produkáltuk állítólag a régióban, meg egy európai összevetésben is viszonylag jól látunk. Hát most mondjuk ez a, lehet, hogy ez a válság most egy kicsit idézőjelbe fogja tenni most már, mert úgy tűnik, hogy ez a, mégis azok a pénzeket nem biztos, hogy mindet betonrabbak kellett volna önteni, vagy nem olyan beruházásokra fordítani, amik nem kimondottan a gazdaság élénkítés, hanem inkább ilyen infrastruktúrális jellegű, mert most ez, hát ez most lehet, hogy ez vissza fog ütni. Hát most mindenképpen nehéz időszak jön, mert ugye ha pörtekben gondolkodunk, akkor a számláló meg a nevező is romlik, tehát ugye olyan szempontból, hogy adósságot kell felvenni a mentőcsomagokra, nagyobb a hiány, és közben az egész, amihez viszonyítjuk, tehát maga a GDP az meg 5-6%-kal csökken ebben az évben, tehát ezek, amikre nagyon büszke lehetett a kormányzat az elmúlt időszakban, ezek a makrogazdasági sérülékenységű mutatók érdemben javultak, ezek most valóban megromlanak, és ilyen szempontból egy kicsit nem akarok mindenben ugye negatívumot látni, de ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ennek a kicsit
úgy mondta a Magyar Nemzeti Bank, hogy ez a high pressure economy, tehát amikor agyba főbe nyomtuk azt, hogy legyen növekedés, mindent toljunk bele a fejlesztésekbe, az végül nem bosszulja meg magát, de nem azért nem bosszulja meg magát, mert nem bosszulta volna meg magát, hanem mert a vírus mindent elfed. Tehát ugye amikor van egy ilyen gazdasági visszaesés, akkor már teljesen lényegtelen, hogy amúgy ki hogyan dolgozott, mert ugye mindennek a egyértelmű oka az, hogy hát a vírus miatt lefagyott a világ. Igen, be lehet ez a lást szőnyeg alá most sok olyan problémát söpörni, ami ugye volt, ilyen nem hatékonyan működő ágazatok például, vagy tényleg olyan állami vállalatok, vagy szektorok, komplett ilyen légitársaságok, amik itt csak így égették el a pénzt, most azokat meg is támogatják újra adófizetői pénzekből, de ugye nem a rossz működés miatt kell őket, most ugye az a duma, hanem ugye a gazdasági visszaesés miatt, például a United Airlines, azt hiszem első költ kapott 55 milliárd dollárt, ha jól emlékszem. Most mondta, egy ilyen hasonló képernyős megoldással múlt héten részt vettem egy ilyen nagyon nemzetközi konferencián, nagyon érdekes volt, részben azért, mert tényleg Nobel-díjasok, államelnökök, miniszterelnökök, 500 ember volt bekapcsolva, ami vicces volt nekem, hogy tényleg, ha 5 földrész próbál beszélgetni, akkor milyen időzónát lehet választani. Végül azt láttam, hogy azt választották, hogy ez a New York-i kora reggel, ami Európában délután, Kínában este 10, egy-két hely, tehát mit tudom én, Sydney meg Los Angeles, az kiesett így is, de ez volt még a közös időzóna, és ott hallottam egy nagyon ezt alátámasztó adatsort, azt mondta a Joseph Stiglitz nevű közgazdasági Nobel-díjas, hogy a mostani mentőcsomagoknál, tehát amire élénkíteni akarják a gazdaságot, meg akarják menteni a munkahelyeket, a 100%-i forrásból 92% értéksemleges, vagyis hát környezetvédelmi célból, szempontból semleges, van 4%, ami kifejezetten zöld gondolatokhoz kötött, de van 4% barna, tehát ami szennyező iparágakat óv meg, pedig már elengedtük volna, csak egyszerűen valóban a munkahelyek védelme és a növekedés védelme érdekében kitoljuk a szénerőművek működését, és a többi, és a többi. Tehát ilyen szempontból sajnos ez a rövid távú, ne vesszen el annyi munkai, ne essen annyira vissza a gazdaság, ez most egy kicsit, hát veszélybe sodorta a korábbi mondjuk ilyen zöld célokat is. Azt látod, hogy mondjuk sokan abba bíztak, hogy majd ez egy olyan ilyen paradigmaváltás hoz így a világba, hogy pont ez, hogy elengedünk sok ilyen barna, vagy ilyen nagyon környezetszennyező, vagy nagyon ilyen régi módi gazdasági szereplőket, és akkor támogatjuk a zöld beruházásokat, meg újfajta ilyen modernebb, számítógép által vezérelt technológiák bevezetését, stb. És ez egy megújulást, meg egy új lökést adhat így a gazdaságoknak. Hogy ezzel mi a helyzet? Mert mintha úgy ez a lelkesülésünk úgy alább hagyott volna, úgy érzem, hogy az emberek nem olyan én legalábbis nagyon optimista voltam egy fél év, én azt gondoltam, hogy majd ebből még így jól kijöhetünk. De most meg úgy látom, mintha úgy mégis még a további válságtól tartanánk inkább, meg nem nincsenek ilyen előremutató gondolatok, meg pozitív üzenetek. Igen, tehát környezetvédelmi szempontból nem vagyok túl optimista, mert ugye mi egy kicsit szerintem torz képet kapunk, mert aki ebben a leginkább élenjáró az ugye pont az Európai Unió, azon belül is északi államok, de ha úgy gondolkodunk erről az egész kérdésről, hogy a világ legfajsúlyosabb központjai, ha mondjuk a három top hatalmat úgy nevezzük meg, hogy Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, mind a háromnak kifejezetten olyan vezetése van, ami hát szinte már klímaváltozás tagadó, vagy környezetszennyező, vagy legalábbis ebben nem élenjáró. Tehát az Európai Unió pozitív törekvései azok annyira sokat nem érnek. Én természetesen nem tartom egyáltalán feleslegesnek, csak mondjuk egy példával élve, hogyha széndioxid kvótát vezet be az Európai Unió az áramtermelésre, de tudunk a vezetékeken áramot importálni az unión kívüli Ukrajnából meg Szerbiából, ahol nekik hatalmas árelőny az, hogy nem kell a szenes erőműveikben széndioxid kvótát fizetni, magyarul sokkal olcsóban tudnak energiát termelni, akkor azért ez ugyan nagyon sokat nem ér, és ez az egész unión mindenhol igaz, hogy a görögök a törököktől, a spanyolok a marokkóiaktól, tehát mindenki tud ugye kvótamentesen is energiát importálni.
A mentőcsomagokra visszatérve, én egy nagyon érdekes hatást látok, hogy ami egy kicsit a saját ideológián fogjaként, az állam nem eresztette el nagyon a forrásokat, próbált célokat kreálni, ami egy kicsit furcsa, hogy ilyenkor is beruházáshoz, mert nem tudom mihez kötni a hiteleket, hát hogyha egy étteremben nincs egyetlen vendég se, akkor hát oké dolog a pincéreket befogni arra, hogy még bővítsük is az éttermet, de azért valamennyire torz. Viszont akik meg jobban elengedték a csomagokat, leginkább ugye az USA, ott meg egy nagyon-nagyon furcsa és nagyon torz hatása lett. Ugye ők helikopter money-nak mondják azt a pénzt, amit mintha a helikopterről szórnának, hogy mindenféle válogatás nélkül minden ember fejpénzt kap. Az történt, hogy az amerikaiak eleve nem voltak szegények, nem a megélhetésükre kellett, még azoknak se, akik elvesztették a munkahelyüket, hanem gyakorlatilag ezeket azonnal be tudták fektetni a tőzsdén. Ha megnézitek most a tőzsdeindexeket, a fél évvel ezelőtti, ugye az pont március vége, tehát amikor már az egész világ lefagyott, azokhoz a mélypontokhoz képest 30-40-50%-kal drágább a tőzsde, ezt nevezik eszközárbuboréknak, mindenki részvényeket vett ebből a kvázi élénkítést szolgáló pénzből, ami csak kódol egy újabb válságot, mert ezek irreális árak, tehát lehet, hogy egy-két vetkereskedő valóban most nagyobb üzlettel találkozik, vagy többen nézzük a Netflixet, de hát azért az nem igaz, hogy minden cég most 30-40-50%-kal többet ér egy 6-10%-os GDP visszaesésnél. Tehát egy nagyon-nagyon furcsa ilyen árazási anomália alakult ki. Hát ők nem szenvednek forráshiányba, de lehet, hogy aztán még egyszer ez is vissza fog köszönni. És hát ugye ennek mindig az a rossz oldala, hogy mi magyarok mindegyiket meg fogjuk szívni, tehát azt is megszívjuk, ha nálunk kevesebb a forrás, de ha majd az amerikai tőkék esnek, az ugyanúgy nagy problémát fog itt okozni, tehát azt se lehet izoláltan csak náluk elszenvedni. Ugye váltanod kellett a nyomtatott sajtóról, az online sajtóra egy adott ponton. Na most ennek ugye volt, Magyarországon nyilvánvalóan politikai lökése is volt, de azért egy kórjelenség is ez, hogy az online sajtó ennyire előtérbe kerül, meg visszaszorul az írott sajtó, hogy élted meg ezt a váltást, mert én úgy veszem ki, hogy azért te nagyon szeretted a nyomtatott új könyve, újságot, illetve hát ott azért remek lehetőségeid voltak nagy anyagok kidolgozására, nagy apparátus, másképp is olvasták az emberek, ugye az ember egy újságot vesz a kezébe. Szerencsére a lehetőségeimet nem éreztem csökkenni, de nagyon más belülről megélni ezt a világot. Tehát valóban rettentően szerettem azt, amikor megérkezett csütörtökön az újság, kézbe lehetett fogni, nagy műgonddal, ugye nem tudom, hány kézzel átmentek az anyagok, figyeltem csütörtökön, jelent meg a figyelő, hogy mit írnak a többiek, mi van a HVG-ben, a 168 órában, a heti válaszban, még tényleg ugye ennek a heti lapos dolognak volt egy nagy keletje. Amikor bekerültem az online sajtóba, akkor egy idő után nem vettem már észre, hogy csütörtök van, amikor megjelennek a lapok, mert a newsroomba, a hírügyeleteseknél landoltak az újságok, én meg hát azt vettem észre, hogy magam is leszoktam ugye ezeknek a termékeknek a fogyasztásáról. Nagyon érdekes, hogy a figyelőnek, amit 10 éven át csináltam, viszonylag kevés olvasója volt, de ugye amit ott írtál, azok az emberek az előfizetőt véletlenül elolvasták, mert ugye pénzt adtak érte, eleve azért fizettek elő egy gazdaságilag, mert az érdekelte őket, ha máshol nem, akkor szombaton a WC-n, de elővették és átlapozták. Az index működése egészen más, sokkal nagyobb számok vannak, rettentő sok olvasó, rettentő sok visszajelzés, egy kattintással lehetett levelet írni nekünk, azért az indexet mondom, mert ugye arról volt most 3 évig tapasztalatom. Abban már az ember nem lehet biztos, hogy én annyira nem követtem, hogy mennyire görgetik le ezeket a hosszabb elemző cikkeket. A héven a telefonon megnyomta valaki véletlenül a címet. Azért van egy plusz olvasom, vagy azért, mert borzasztó alaposan elolvasta azt az elemzést, ezt már kevésbé lehetett látni. És aki ugye adott időpontban nem volt a képernyő előtt, amíg 3-4 óra alatt lepörgött egy ilyen anyag, az nem találkozott vele. Tehát lehet, hogy felugrott az olvasói szám 100 000-re, de nem biztos, hogy az ugyanolyan tartalmas olvasókat jelentett. Ez egy egészen más megoldás volt, és hát egy csomó olyan dolgot is meg kellett tanulni.
ugye hát nyilván, hogyha mondom, akkor evidencia lesz, de például az, hogy az interneten tényleg a cím a kapu az anyaghoz. Tehát lehet nagyon jó az az írás, de hogyha a címre nem kattintanak rá, akkor teljesen lényegtelen, hogy jó, mert akkor nem fog vele találkozni az olvasó, megint összehasonlítva a magazinnal, ott lehet, hogy beleolvas a cikkbe még akkor is, hogyha a cím nem annyira figyelemfelhívó. Meg eleve ez a kattintékonyság, vagy kattintásszám, ugye hát ott tanultam meg, én annyira nem ismertem az online világot, hogy de például soha nem úgy látod a lottószámokat, hogy ott van a címben, hogy melyik az öt lottószám, hanem olyan címeket látsz, hogy nem fogod elhinni, három prímszám is van. Mert ugye, hogy legyen még egy kattintás, az is növeli ugye ezt a nagy kattintás vadászatot. Az én munkám soha nem ez volt, tehát még amikor ugye nem tudom, hírügyeletes voltam, ami akkor is azért próbáltunk hozzáadott értéket, meg egy csomó ilyen, akár nem is annyira szenzációhajház cím az kerülendő volt, tehát például így szócskát nem használhattuk. Tehát nálunk nem volt az a cím, hogy így vegyél fel lakáshitelt, nem tudom, és akkor nem is beszélve ezekről, hogyha csak egyetlen olyan videót nézel meg, amikor egy nagymama elesik, akkor kattints ide. Tehát azért az Index elég visszafogott volt, elsősorban egyébként azért, mert nagyon sok primér olvasónk volt, tehát olyan, aki elsődleges hírforrásként kezelte az Indexet, tehát nem kellett oda átmennie valami hatásvadász cím miatt az olvasónak. Ugye hát a Telexnél, ami hát nem titok, most már hamarosan indul, és ott fogok dolgozni, ott megint egy új helyzet lesz, ugye ott azért lesz új helyzet, mert van egy olyan igény irányunkba, hogy ez egy általános hírszolgáltatással is bíró, egy általános portál legyen, ami az induló létszám miatt azt gondolom, hogy mindenképpen adott lesz, és valóban lesz egy ilyen newsroom ügyelet. Óhatatlanul valószínűleg az elején kevesebb tartalom lesz, mert a Indexnél fölépített 20 évnyi blogtér, különböző egyéb médiatermékek becsatornázása az még az elején nem lesz ott. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye nyilván annak örülnénk, hogyha nagyon sokan alaphír forrásukként kezelnék majd ezt a portál, de hát ezt persze valamennyire ki kell alakítani, meg hát mindenképpen bizonyítani kell. Hát most az a jó szerintem, hogy nagyon nagy kreditetek lesz innen induló, tehát olyan értemben, hogy nagyon fogják várni szerintem az emberek, és fognak rá kattintani. Csak hát gondolom így akkor az elején tényleg így tartalmat kell szolgáltatni, meg, hogy ott is maradjanak, tehát meg kell őket tartani majd. Abszolút egyetértek a bizonyítási kényszerrel, és azt gondolom, hogy ehhez értünk a legjobban. Tehát, hogyha azon fog múlni ennek a terméknek a sikere, hogy mennyire tudunk jó tartalmakat generálni, akkor ugyanolyan optimista tudok maradni, mint amilyen optimista vagyok egyébként emiatt a hihetetlen társadalmi igény és támogatás és nagyon sikeres donation kampány láttán. Ugye akkor van mindig probléma, ha olyan elemekkel kell majd megbirkózni, ami már túlmutat rajtunk, és véletlenül sem akarok senkinek tippeket adni, de tehát, hogy itt ugye az nagyon fontos, hogy nem tudom, tehát működjünk jól minden ezt kapcsolatban, amihez talán kevésbé értünk, mert nem voltunk médiavállalkozók, a millió jogi dolog, szerződés, informatika, biztonság, nem tudom mi. Ha a tartalmon múlik, akkor nagyon optimista vagyok. És remélem, hát ez nyilván egy megelőlegezett bizalom saját magunk felé, de azt gondolom, hogy jó lesz. A magyar gazdaságban részben az említett koronavírus, a mentőcsomagok, a hitelmoratórium, az egyesülő bankok, tehát egy csomó olyan történés van, ami a gazdaság berkein belül rendkívül érdekes, meg újszerű. Nekem nincsen most bekészítve két olyan cikk, amivel somadíjat szeretnék nyerni, ugye az oknyomozó újságíróknak ez a legnagyobb díja. Ez egy ilyen nagy lehetőség is arra, hogy ugye nem csak gondolom, bár szeretnétek ugye ugyanazt a színvonalat hozni, vagy jobbat, mint amit az Indexnél ugye ugyanez a stáb gyakorlatilag produkál. De ugye ez egy jó lehetőség arra is, hogy egy csomó mindenen változtassatok, ami ott mondjuk nem működött jól, vagy ugye új dolgok, amiket ott nem lehetett valamiért kipróbálni. Benned is van egy ilyen változás? Megváltoztatta így a hozzáállásodat valamennyire? Vagy hogy mi érdekel?
Én azt gondolom, sajnos én egy elég erősen technikai analfabéta vagyok, és ez nekem az offline-online váltásban is egyébként egy nagy ugrás volt, hogy nem is volt még okostelefon, nem emlékszem, amikor az Indexhez mentem, akkor szereztem az életem első telefonját, hogy akkor innentől már írik, hogyha én online újságíró vagyok. Tehát nekem az első nagy feladatom az az lesz, hogy ugye új rendszerek lesznek abban, otthonosan mozogjak, ugye hát az Indexben azért az ember elég hamar elsajátította, az amúgy elég összetett szerkesztőségi rendszernek a működtetését, de még ott is sokszor előfordult, hogy betelefonáltam a főnökömnek, amikor mondjuk úton voltam, hogy javítsanak már valamit, mert én a telefonomon ezt nem tudtam megoldani, mert más esetleg a telefonon is tudott kezelni. Tehát tartalmi, meg ilyen típusú terveimen túl, mert hát inkább érdekes dolog az újságírás. Hát, sokszor kérdezték tőlem korábban, volt, hogy egyszer valami amerikai csapat, ahol olyan nagyon illik ugye ambíciókkal rendelkezni, meg 2 éves tervel, meg nem tudom, hogy mi a tervem, és nekem úgy az volt a tervem, hogy ugyanazt csinálhassam, amit korábban csináltam, ami a magyar médiában egyébként egy nagyon nagy terv, mert ugye az azt jelenti, hogy én nekem eddig elképesztő szerencsém volt 24 év alatt, tényleg csak ott tudtam dolgozni, ahol abszolút jó légkörben, szabadon, függetlenül lehetett munkát végezni. Tehát ugye az a típusú, mondjuk úgy, hogy status quo hívőség, vagy változásmentesség, az ugye annyit jelent, hogy én a nagy keretben, vagy a nagy körülményekben nem szeretnék változást, mert ugye eddig is jó volt a helyzet, és az ambíciók azok mindig mikroszinten jelennek meg, tehát ugye az adott téma feldolgozásában, vagy az adott ügykezelésében abban lehetnek nagy ambícióim, de olyan, hogy én most nem tudom, más munkamódszerrel szeretnék közelíteni a magyar gazdasághoz, másokkal szeretnék a jövőben beszélni, vagy inkább videós tartalmakat csinálnék, szöveges tartalom helyett, tehát ilyet nem tudnék mondani. Ettől függetlenül biztos, hogy más lesz, és az is biztos, hogy ez egy nagyon rugalmas dolog lesz. Tehát egy új rendszer, amit azért nagyon nagy részt mi alakítunk ki a tapasztalatok tükrében, tényleg most készülnek el a különböző szokások, rendszerek, kommunikációs utak, majdnem azt mondtam, hogy beteg utak, de tehát ez, hogy ki kivel, hogyan kommunikál, hogy ad át egy cikket, milyen rendszeren keresztül, hogy kér képet. Tehát ezeket ki kell alakítani, és tudjuk a szájunk íze szerint alakítani. Az Indexnél sokszor panaszkodtunk az örökölt kötöttségekre, aztán most persze azt is látjuk, hogy azért az örökölt kötöttség, meg az a nem tudom hány fejlesztő, aki mindig készen állt, az valójában egy óriási támogatást is jelentett. Tehát ilyen szempontból egyáltalán nem könnyű média terméket indítani, ezt most nagyon a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg. Valóban nagyon nagy az átfedés a stábban, tehát kétharmadrészt vagy háromnegyedrészt tudtak jönni azok a kollégák, akik felmondtak annó az Indexnél. Természetesen volt, aki elhelyezkedett, és sajnos olyan is volt, aki lehet, hogy jött volna, de az induló létszámban most még nem kapott szerepet. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rugalmas dolog lett, de nekem most még nincs ilyen, egy ilyen, nem tudom, változtatási listám, hogy miket szeretnék máshogy. Ez nagyon, nagyon klassz dolog ez a kitartás, meg ez tényleg jellemző rád, azért most már ugye akkor, tehát lőttek ki lovakat alólad, ilyen nagyon komoly lovakat, hogy biztos azért felmerült benned, hogy csinálhatnál más, hogyha mondjuk most a Telex nem indul be, akkor elgondolkodtál volna ezen, hogy nem tartasz ki emellett az újságírói álom mellett, amit végül is következetesen mindig csináltál? Hát gondoltam a sorsomat. Az volt bennem, és nagyon, nagyon megnyugtató, nagyon jó és egzisztenciálisan nagyon megnyugtató helyzetben voltam, mert ugye soha életemben ilyet nem tapasztaltam, hogy amikor vége lett az életünknek az Indexnél, akkor teljesen elvesztettem a kontrollt a kommunikációs csatornáim fölött, tehát tényleg volt olyan, hogy nem tudom, fél órára bementem valahova, és akkor 27 nem fogadott hívás, tehát Facebook, az e-mail, az SMS, az nem tudom, a telefon, tehát borzasztó sokan fejezték ki a szolidaritásukat, jeleztek valamilyen támogatási szándékot, és azért ebben bőven volt
nem azt mondom, hogy állásajánlat, de ugye olyan típusú mondat is, hogy üljünk le egy kávéra. Én azt gondolom, hogy mindenképpen úgy tekintettem a történetünkre, hogy akkor van íve, hogyha megpróbáljuk valamilyen módon együtt, tehát ez egyértelműen elsőbséget élvezett nálam mindvégig, és alapvetően nem is ültem le ilyen szempontból tárgyalni senkivel, mert mindenkinek azt mondtam, hogy terüljön ki, hogy akkor velünk mi lesz. Utána ugye a B-verzió az lett volna, hogy valami hasonlót máshol, szerencsére valószínűleg lett volna erre lehetőségem, és amin még elgondolkodtam, az meg valamilyen tevékenységi mix, amiben esetleg könyvírás, tanítás, valami, tehát többféle dolog kapott volna szerepet, de mindenképp úgy szerettem volna akkor is, hogy legyen egy újságírói lába. Hogy ez egy félállás, vagy egy hely, ahol néha publikálhatok. Tehát az nem merült föl bennem, hogy teljesen hátat fordítani a gazdasági újságírásnak, de hát végül szerencsére azért olyan nagyon komolyan nem kellett ezt a kérdést végig gondolnom. Láttad ezt a Social Dilemma, azt hiszem ez a cím meg, Ergő? Nem láttam. A vicc az, hogy ugye pont a Facebookon olvastam erről Facebook bejegyzést valakinek a részéről, tehát a jelentség az borzasztóan érdekel, nagyon sok szempontból a saját életemen keresztül is, de a filmhez, vagy a dokumentumfilmhez nem tudok viszonyulni, mert nem láttam. Fake newsról akartam volna majd egy kicsit beszélni, de az lehet, hogy az ilyen hosszú. Hát az nagy téma, igen. Nagy téma, egyetlen gondolat, hogy... nagyon érdekes a dolog, és szerintem az nagyon fontos a fake newsnál, mondok egy élményemet, jöttünk, még akkor indexes voltam, jöttem be a taxival a reptérről, és akkor elkezdtem beszélgetni a taxissal, elmondtam, hogy újságíró vagyok az indexnél, kérdezte, hogy az a, nem tudom, a kormánypárti, vagy az inkább a kritikus, és gyakorlatilag az a érdekes szerintem a fake newsban, hogy akik fake news-t használnak, azok nem csak fake news-okat használnak, de van még egy másik szintje ennek a kérdésnek, az, hogy a relatíve az igazság alapon, vagy a tény alapon dolgozó újságírókat meg lefake news-ozzák. És innentől sajnos duplán elveszik az igazodási pont, mert ugye se azt nem tudod, hogy amit a fake news ír, az igaz-e vagy nem igaz, mert formailag ugyanúgy néz ki egy cikk. És mivel arra is mondják, meg erre is mondják, még az sincsen, hogy hát ha figyelmesen a szeriőz médiába utána olvasod, hogy ki a fake news, meg tudod állapítani. Erre jól rémel, hogy a lapos föld hívők azok úgy szokták most már hívni a többieket, ugye, akik szerintünk a normálisak, hogy kerek föld hívők, tudod. Vagy gömbölyük. Hát, ha beszéltünk így az írásról, lehet, hogy itt érdemes lenne, amit Stirlitz, te szoktál föltenni a kérdést, hogy mit olvasol, nézel mostanában szívesen, vagy van-e valami, amit szívesen ajánlanál az embereknek, nem muszáj, hogy a te területedbe vágjon, de persze az sem baj. Amit utoljára olvastam, és talán neked Miki mondtam is, hogy élmény volt ez a Krusovszki Dénesnek a könyve, amik már én nem lesz. Most olvastam. Azt szerintem nagyon jó, meg is vettem, amit még így tudtam tőle, verseket, novellákat, azokba se csalódtam, illetve elkezdtem most, talán még egy kicsit a politikához is van köze, mert a volt államminiszter, a Lázár János és az akkori helyettese, a Csepregi Nándor adta ki. Gyakorlatilag a Churchillnek egy életrajza, ami az az érdekes gazdasági vetülete, hogy az egész életpályát a pénzhez való viszonyán keresztül nézi. Eléggé az elején tartok, az látszik, hogy hihetetlen munka, tehát hogy olyan szinten dolgozza föl a levelezést, ugye a minden van benne, az már a bevezetőben látszik, szerencsejáték, tőzsdézés, siker, kudarc, zseppénz, nem tudom mi. De nagyon érdekes, tehát pusztán ez a részletezettség, most gyakorlatilag még a Churchill őseinél tartok, meg az, hogy milyen korokról, milyen aprólékosan lehet bizonyos szempontból hétköznapi, de bizonyos szempontból valóban meghatározó elemeket megtudni, ugye nem túl érdekes általában az embereknek a pénzhez való viszonya, pedig valószínűleg a gondolatainkban is azért egy elég jelentős
részt ugye az egzisztenciális kérdéseknek, azoknak a megszerzésre, az azokkal kapcsolatos morális dilemmák fednek le. Egy tizedénél tartok szerintem a könyvnek, de biztos, hogy benne, hogy ez is érdekes lesz az eddigiek alatt. Egyébként ez a Krusovszki, ez egy tök érdekes. Tényleg nekem is nagyon tetszett a könyv. Azt már ajánlotta egyébként a Stumpf is, úgyhogy most már azon gondolkodom, hogy akkor lehet én is elolvasom. És egyébként ő is ugye kiment Bécsbe, és mondjuk ez a regényfős is kimegy, és, tehát hogy neki is van egyébként egy ilyen reflexiója erről a külföldre menésről, szóval lehet, hogy vele érdemes lenne beszélgetni. Én szívesen részt vennék benne, ha gondolod. Jó. Ó, és ráadásul Hont is ajánlottam, most már eszembe jutott, hogy még ő is. Hogy azt, ők azt hogy... mondták, hogy a legjobb magyar kortárs író szerint. Na, ezt kikérem, ja, bocsánat. De... Köszönjük szépen Brückner Gergőnek, hogy időt szakított ránk, és megosztotta a gondolatait velünk. Légy szíves, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg esetleg, és egy hét múlva újabb anyaggal jelentkezünk. Sziasztok! Köszönjük, Gergő, sziasztok! Sziasztok! Szia, Gergő!